2010 év végén alakultunk régiós agrárkereskedő cégként. Szekszárdi központtal, Tolna megye és a környező megyék gazdáival dolgozunk. Így Fejér megye, Bács, Somogy, Baranya és Tolna területén kertészekkel, árutermelőkkel, szőlészekkel. Az épületről talán tényleg annyi, hogy ez ma Magyarország legnagyobb és legkorszerűbb növényvédőszer raktára. Attól különleges, hogy Magyarországon úgy szokás építkezni, hogy építünk valamit, aztán berendezzük. De ez fordítva történt, elképzeltük, mit szeretnénk megvalósítani. Idehívtuk a tervezőket, akik logisztikával foglalkoznak, megtervezték a folyamatokat, árumozgást, tárhelyeket. Utána jöttek az építészek, és el köré megépítették, megtervezték az épületet. Túl vagyunk az évünkön, a visszalévő időszakunknak a munkája főleg a terménykereskedelemben realizálódik, illetve Szekszárd lévén és a Villányi borvidéket is közelről tudjuk kiszolgálni. Éven szülőbe folyik a munka gőzerővel, tehát ez rányomja a napjainkra a bélyegét. Sokat esik az eső, és szeretjük a jó bort, segítünk megvédeni a gazdáknak nyilvánvalóan a termésüket. De az évzárás nekünk alapvetően a terménykereskedelemmel zárul, az nyilván nem itt realizálódik, nem itt zajlik. És tervezzük a következő évünket. Tehát ahhoz mi, hogy a 2017-et időben el tudjuk kezdeni, ahhoz nekünk nagyjából novemberre kész elképzeléssel kell megjelenni a gazdák felé. A városra kiváló kapcsolatot építettünk fel az elmúlt esztendőben, az előző városvezetéssel és a mostanival is úgy szintén. Sokat segítenek nekünk a napjainkban is, hogy induló vállalkozás voltunk 5 évvel ezelőtt. Ma annyit tudunk nem is meghálni talán ebből a sok jóból, hanem inkább viszonozni és együtt gondolkodni a városvezetéssel, hogy bármi történik a városban, igyekszünk azt támogatni. Úgy vagyunk a várossal és a parkjaival, de az ember a lakásával szépítgeti, nyírja a füvet, újrafesti. Nekünk a város az otthonunk. Tehát, hogyha itt valami történik és pénz kell hozzá, szívesen segítünk. Eddig is így volt, ezután is így lesz. 6 éves cég életében. Akkor, amikor általában gazdasági recesszió van, mindenki visszafelé fogja a lovakat, mi próbálunk előre haladni, a város ezt támogatja, mire büszkék vagyunk. A leglátványosabb helyre fogjuk kitenni, hogyha ennek lesz valami oklevél jellegű megnyilvánulása, reménykedem benne, hogy lesz. De büszkék vagyunk rá, és hirdetni fogjuk természetesen.